Öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. Az előttünk fekvő törvénymódosító javaslat célja egyszerűen az, hogy az állam által már elkezdett víziközmű szolgáltatások, hálózatok, önkormányzatoktól való átvétele során az integrációs folyamatok alatt fellépett anomáliákat kezelje, egyszerűsítve a víziközmű társaságok államosításának felgyorsítása a lényege. Ha csak erről lenne szó, akkor a technikai jellegű módosításokkal nem is lenne valójában mit mondani, beszélni, hiszen csak idézőjelbe technikai jellegű módosítások. De ahogy egyes polgármesterek például úgy fogalmaztak, hogy az integrációs megállapodás egy elkerülhetetlen és szükséges rossz. Lényegében arról szól, hogy iszunk vizet vagy nem, lesz-e vízünk vagy sem. Az eddig elmondottakon felül azért van egy olyan érdekes része ennek a technikai, idézőjelbe technikai módosításnak, hogy az előttünk fekvő törvény módosító tulajdonképpen nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva, ahogy a előttem szóló is említette, 30 évre titkosítanák a vízhálózatra, létesítményre és berendezésre vonatkozó a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által az Energiaügyi Minisztérium részére készített adatokat. Nos, ez a titkosítási szándék, legyünk jóhiszeműek, biztos valami jó oka van, de azért mindig aggodalommal telt el bennünket, főleg akkor, ha titkosításokról van szó. Napjainkra ismerté vált és elfogadottá vált, hogy a víz stratégiai fontosságú, korlátozottan rendelkezésre álló, sérülékeny és jelentős társadalmi és gazdasági érdekekkel bíró erőforrás. A 2022-es évben hazánknak rég nem látott mértékű asszállyal kellett szembenéznie, melynek következtében több településen, például Pestvár megyei Solymáron napokig víz nélkül maradtak az ott élő családok. Álláspontunk szerint a világviszonylatban is jelentős élelmiszerinflációnál a tavalyi asszály csak fokozta a helyzetet és komoly nemzetstratégiai problémát hozott a felszínre. Kiderült ugyanis, hogy a kormány nem rendelkezik hosszú távú vízgazdálkodási stratégiával, a víziközmű hálózatok elavultak, nincs elegendő völgyzárógát, árvízi víztározó, öntözőcsatorna és locsolórendszer, stb. A hazai ivóvízellátó rendszerek 56%-a túlnyomóan kockázatos, további 30%-uk pedig kockázatos minősítésű. 2021-ben a kormány által elfogadott nemzeti víziközmű közszolgáltatási stratégiából is kiderült, hogy közel 100 000 kilométernyi vízvezeték hálózat 45%-a műszakilag hasznos élettartamán van túl. A törvényjavaslat szerint jelenleg egy olyan integrációs folyamat zajlik, melynek során több esetben is problémát okoz, hogy a tulajdonos önkormányzatok egyhangú döntése szükséges az állam részére történő átruházáshoz, így akár egy önkormányzat döntése miatt is meghiúsulhat az integrációban való részvétel, és ez hátrányosan érintheti azokat az önkormányzatokat, amelyek élni kívánnak az állam által kínált lehetőséggel. A törvényjavaslat azzal a megoldással él, hogy a közös ellátásért felelősséggel tartozó víziközmű rendszerek esetében az állam részére történő átruházáskor legyen elegendő az ellátásért felelős önkormányzatok egyszerű többségi döntése, így lehetőség nyílna az állam részére történő átruházás azoknak az önkormányzatoknak, amelyek élni kívánnak a lehetőséggel, azon önkormányzatok viszont, amelyek nem kívánnak részt venni az integrációs programban, megtarthatnák a tulajdonrészüket. Az ország jelenlegi helyzetében több problémát is látunk ezzel. Azért valljuk meg, ismerve a Fidesz hatalmi arroganciáját, a módosítás újabb utat nyitna az önkormányzatiság gyengítésének. Fokozatosan elveszi a polgárok jogát attól, hogy a döntéseiket helyi szinten hozzák meg, figyelembe véve a helyi adottságokat is. Jó példa erre a debreceni akkumulátorgyár létesítése során kialakult vita. Az ottani vízbázis terhelésről ugyanis ipari célú a módosítás lényege, mert a víziközmű szolgáltatók szakmai problémáról hallgatnak. Például arról, hogy az ország jelentős területén rendkívül előregedett az ivóvízhálózat, melynek következtében nagyon magas az üzemi veszteség. Véleményünk szerint a törvényjavaslat olyan utat nyit meg, amely csökkenti az önkormányzati vagyont.
Az elvétel helyett megelőzésként inkább forrásokat kellett volna eddig biztosítani az államnak a folyamatos karbantartásra és a felhasználói szám bővítésére, hiszen Magyarországon még mindig mintegy 200 ezer ember vízellátása ismeretlen. Vannak ellátatlan területek is, elsősorban a külterületi, tanyasi lakókörzetek, üdülőövezetek vagy a zártkertes területek. Feladattát lehetne bőven, azért az önkormányzatok további sanyargatása helyett a víziközmű szolgáltatások bővítése és korszerűsítése érdekében kellene azonnali és lokális lépéseket meghozni a kormánynak. Itt azért megemlíteném, hogy nem csak az elmúlt 13 év, hanem az elmúlt 33 év felelős azért a kialakult helyzetért, ami van a víziközmű vagyon körül. Helyette tulajdonképpen az állam egy vízfejet hoz létre, Nemzeti Vízművek ZRT, mint egységes szolgáltató néven. Szeretném felhívni a tisztelt képviselőtársak figyelmét arra is, hogy a 2017. évi adatok alapján a hazai ivóvízvezeték hálózat hossza 92.446 km. A gerinchálózat közel harmada azbeszt cement, amelyet az 1960-70-es közötti nagyszabású fejlesztési időszakban fektettek le. Ezek tervezett élettartama 30-40 év volt, melyek mára már erősen előregettek. A következő egyharmadot a KMPVC csövek teszik ki, melyek jellemzően az 1970-es és 1990-es évek közötti időszakban kerültek lefektetésre. Várhatóan élettartalmuk 40 év, vagyis itt is elérkezett a rekonstrukció ideje. Félő, hogy az ivóvíz törzshálózat 60%-ánál egybe fog esni a rekonstrukciós szükséglete, amely 40 ezer kilométer cső cseréjét vetíti előre a következő 20 év alatt. Jelenleg, és itt felhívom tisztelt képviselőtársaim figyelmét, mert ez egy nagyon jelentős adat, jelenleg 350 kilométer cső cseréje történik meg évente, holott a szakemberek szerint 2000 kilométer per év lenne szüksége. A vízgazdálkodási ágazatban a közszolgáltatás megszervezésénél még a legerősebben központosított államokban is a területi szempontok érvényesülnek, mivel az infrastruktúra telepítése és a közszolgáltatások ellátása az egész település hálózatot érinti. A víziközmű szolgáltatási szektor éves nettó árbevétele 255 milliárd forint. A 2012-ig az iparági agregált árbevétel nőtt, 2013-tól viszont szűkült a rezsicsökkentés hatására, amely összesen mintegy 20 milliárd forint bevételkiesést jelentett az ágazatnak. A szektor ráfordításai között a kitermelt vízköltsége csupán néhány százalékot tesz ki, az ivóvíz szolgáltatás önköltségének legjelentősebb részét a tisztítással és az elosztással összefüggő költségek jelentik. A víziközmű szektor vezetékes iparág lévén magas fix költségek mellett működik. A ráfordítások legalább 80%-a nem függ a szolgáltatott mennyiségtől. A kisebb vízfogyasztás így is csak minimális mértékben csökkenti a szolgáltatók költségét, hiszen a rendszert fenntartani, működtetni, karbantartani kell, függetlenül attól, hogy milyen mennyiség folyik át rajta. A közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, tisztítás díját az energiaügyi miniszter a hivatal javaslata alapján rendeletben állapítja meg. Na most itt jön a lényeg. Elvileg 2014 óta minden évben készült egy ilyen javaslat, de az energiaügyekért felelős miniszter ezt elmulasztotta kihirdetni. Ezért kérdezem tisztelt államtitkár urat, hogy visszamenőleg esetleg ezeket az adatokat mikor kívánják nyilvánosságra hozni. Az évente elkészített számításokból ugyanis kiderülne, hogy mennyi a vízszolgáltatás indokolt költsége az egyes víziközmű cégekre és szolgáltatási területekre lebontva. Továbbá az is, hogy mennyi veszteség lenyelésére kényszerítette a kormány a szolgáltatókat a vízdíj 2013-as befagyasztásával. Nyilván ezek az adatok kényes adatok, mert egy kártérítési per alapjáit is képezhetik, amit a közműtársaságok, a kormány, illetve illetékes minisztériuma ellen indíthatnának, végső számla pedig sok 10 milliárd forint lehet, amit az államnak kellene fizetnie, talán ezért is vélelmezhető a titkosítás. Nézzük tovább, tisztelt képviselőtársaim! Nemzetstratégiai kérdés, hogy hazánkban mindenkinek zavartalanul rendelkezésre álljon a tiszta ivóvíz. A Mi Hazánk mozgalom nem csak kritikát fogalmaz meg,
hanem megoldásokat is javasol. Megoldásként javasoljuk például helyi tározók létesítését, csapadékvíz adott területen tartása károkozás nélkül, vízelvezető rendszerek újragondolását, újratervezését, melynek során fontos szempontnak kell lennie, hogy szerves egészként kell kezelni a teljes rendszert. Továbbá a tervezés, illetve az alapos állapotfelmérés során nagy figyelemmel kell lenni arra is, hogy a száraz évek alatt a lakosság beépítette azokat a területeket is, melyeket természetes vagy természetközeli vízjárás esetén nem lehetne beépíteni. Csak jelezni szeretném, hogy az országos vízrendezési munkák még anno 1820-ban indultak meg, például a Duna völgy rendezése közel 100 évvel ezután kezdődött el, a jogerős engedélyokiratot pedig Pest vármegye Alispánya 1912. október 17-én adta ki. Az azóta újabb eltelt, már több mint 100 év elegendő volt ahhoz, hogy a Duna-Tisza köze tájegység elvérezzen, kiszáradjon. Tulajdonképpen kimondhatjuk azt, hogy a homokhátság vízkészlete így járt, kiürült. Ezért mindenek előtt komoly és precíz tervek és geodéziai munkálatok szükségesek. Összességében ez a törvény módosító javaslat, látva a víz ellátási rendszer súlyos baját, helyzetét, csak egy technikai gyorsítása a kormány által kitervelt megoldási kísérletnek, amitől még sajnos ki kell mondanunk, nem lesz jobb a vízellátás rendszer, de az előfordulhat, hogy drágább lesz. A már általam említett adatok titkosítása miatt ezt a törvénymódosító javaslatot, ami elvileg technikai könnyítésekről szól, rendkívül aggályosnak tartja a Mi Hazánk mozgalom.